egy cipőmű cseréje nem kellett. Mert elszoktak a cipőmű. Mennyi gyerek van itt? Magukhoz énekelték a Mikulást a bátaszéki roma gyerekek december 6-án a művelődési házban. A minden évben megtartott rendezvényre sokan ellátogattak. Hát ez már sokadik alkalommal van így, a kis roma gyerekeket szeretnénk vendéglő látni, egy kis süteménnyel, pogácsával, innivalóval, aztán a Mikulás hozza nekik a csomagot, hát meg egy kis műsorral. Egy kis örömet szereznék nekik szerezni. Most egy 70 gyerekre számítottunk, de szerintem sokkal többen lesznek. Hát úgy gondoljuk, hogy hát ugye ez szokás, hogy a Mikulás jön, ugye ugyanúgy jön a Zoviba is, mindenhova, és hát gondoltuk, hogy mi is csinálunk egy ilyet, így a kis önkormányzaton belül. Ezt mi a kisebbségi önkormányzat, nekünk volt erre félretéve, szóval direkt erre a célra. Úgy gondoltuk, hogy ezt a gyerekeknek fogjuk adományozni, adni, jobban mondva megszervezni egy ilyen kis ünnepséget. A roma önkormányzat 150 ezer forintot különített el erre az eseményre. Hát hiába, mi kis önkormányzat vagyunk, kevés a pénzünk, és hát ennyire futotta. Bár lenne több, ugye, többet tudnánk segíteni, de sajnos nincs. Balogh László a Tolna megyei roma önkormányzat képviselője is részt vett az ünnepségen. Elmondta, nagyon fontosnak tartják a közösségi megmozdulásokat és a nagyobb események közös megünneplését. Úgy tudom, hogy itt minden egyes kisgyereknek egy csomag jár. 64 csomag van, azt hiszem, összeállítva, és hát szerintem van is annyi kis cigánygyerek. Bátaszéken nem fog kihalni a cigányság, én úgy látom. Nekünk a cigányoknak ezek az események nagyon nagy ünnepek, a Mikulás nap, karácsony, ezek mind-mind olyan ünnepek, amit mi a régi hagyományos cigány emberek, akik még éltünk, meg élünk, úgy örököltük át a szüleinktől, hisz nekünk a karácsony az olyan karácsony volt, ami szegényes volt, nagyon szegényes. A Mikulás napot, hát én úgy emlékszek még az általános iskolás koromban vissza, hogy akkor örültünk, mikor ott az iskolába kaptunk egy pár szem szaloncukrot. Az volt a Mikulás nap. De azon kívül soha semmit nem kaptunk. Én nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy ezt a mai gyerekek már ne érezzék azt át, amit mi átéreztünk gyerekkorunkban. A rendezvény elérte a célját, vagyis hogy a gyerekeknek mosolyt csaljanak az arcukra, és boldogan távozzanak.